Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. május 9-én este 7 órától. Kezdünk! Mesterlevél, ünnepség az iparkamarában. Adomány, közel 500 000 forint összegű intenzív ágyat kapott a kórház. Műszaki mentés, kisiklott egy vonat téglásnál. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Az elmélyült szakmai tudás megméretését és elismerését is jelenti a mestervizsga letétele. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában hétfőn 6 szakmában vették át közel 40-en a mesteri címet igazoló elismerést. Autószerelő, autóelektronikai műszerész, fodrász, gázfogyasztó, berendezés és csűhálózatszerelő, kézápoló és körömkozmetikus, speciális lábápoló szakmában. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei. Kereskedelmi és iparkamara általános alelnöke. A kézműipari tagozat elnöke. És mestertársaim előtt fogadom. Az évek során szerzett tapasztalataimat tanítványaimnak átadom, így folytatódott a mesteresküv szövege hétfőn a Kereskedelmi és Iparkamaránál, ahol 39 szakembert avattak mesterré. Volt gyakorlati és elméleti oktatásunk. Az elméletinek elég hasznos része volt a pedagógia és a vállalkozás vezetési ismeretek, ugyanis szakmailag mi ezt korábban nem tanultuk. És később, ha vállalkozást szeretne valaki indítani, annak nagyon hasznos, hogyha tudja, hogy hogyan kell a diákokkal foglalkozni, hogyan kell egy vállalkozást elindítani, vezetni, milyen fontos gazdasági tényezőkre kell számítani. Tehát ez nagyon hasznos volt. Gyakorlati oktatásban is sok hasznos új információt kaptunk, újabb, modernebb technológiákról, amik esetleg még a munka folyamán nem érintettek minket. A Máté Szalkai ifjú autószerelő családi vállalkozásban alkalmazott, de várományosa a vezetői pozíciónak. Így jó, hogy kapott kitekintést például az elektromos és hibrid hajtás témájában. A hírek szerint minden évben nagy az érdeklődés a mestervégzettség megszerzésére. Nyilván nagyobb a bizalom és több a lehetőség az okleveles vállalkozók számára. Az ünnepségen a Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, illetve a kézműipari tagozat elnöke Hurai Gábor is köszöntötte a mestereket. Elhangzott, hogy a nemzetgazdaság stratégiai érdeke a minőségi szakképzés és az erre épülő mesterképzés. A mai világban elengedhetetlen a maga az, hogy ezek a vállalkozók, mert azok jelentek itt meg, hogy tovább képezzék magukat. A mai megszerzett tudás mindenfajta vízió szerint úgy néz ki, hogy 2 év múlva most már elavul, tehát egy folyamatos tanulásra, felkészülésre van szükség a különböző vállalkozásoknak a területén is. Jelenleg itt a kamarában, 6 szakmában kerül mesteroklevél átadására, szerepelnek benne kozmetikusok, fodrászok, gázipari szerelők, és még több szakma. A mai napon 39 átadásra kerül sor, nagyon szép oklevelet fognak kapni, és hát bízom benne, hogy akik itt a mester diplomát megszerezték, azok közé fognak kerülni, akik a régi mesterek, és megbecsülik ezt a címet majd, és úgy viselkednek ők is. A mai keresleti piac jelentős mindenféle szakember számára, akik tudják ezt, de azt is, hogy folyamatosan követniük kell a fejlődést, mert ha nem képezik magukat, elmaradnak a trendektől, az új kihívásoktól és lehetőségektől. Egzisztenciális életpályamodellről és karrierről szóltak a köszöntők, anyagi és erkölcsi elismerésről és a bizalom garanciájáról. Végül még annyit az esküszövegéből, hogy adjon az élet elég kitartást és egészséget.
Közel 500 000 forint összegű intenzív ágyat vásároltam most az Egyesület a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Józsa András Tagkórház gyermekosztályának. Az ágy az intenzív ellátásban olyan speciális igényeket is kielégít, mely a betegellátás és a betegek komfortjának szempontjából fontos, valamint az ápolók terheltségét csökkenti. Az adományt kedd délelőtt adták át. A Most Élsz Egyesület az Autizmus Világnapja alkalmából szervezett jótékonysági sétát és futást április 2-án az erdei tornapályán. Egyben megemlékeztek dr. Endrefi Ildikó orvosbiológusról, aki 35 éven keresztül kutatta és segítette az autizmussal élő családok életét. Az Egyesület fontosnak tartja a korábbi kapcsolatok ápolását a kórházzal, ezért a jótékonysági futáson, sétán befolyt összegből kívánta támogatni a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Józsa András Tagkórház gyermekosztályát. A Most Élsz Egyesület Idestova már 10 éve munkálkodik, mondhatom, hogy jubileumi évfordulóhoz értünk, és egyedüli első civil szervezet vagyunk az országban, amelyek az autizmus biológiai hátterének a felkutatásával foglalkozik. Olyan orvosi protokollokat szeretnénk bevezetni Magyarországon, amelyek segítenék ezeknek a gyerekeknek a gyógykezelését, gyógyulását. A nevezésekből összegyűlt összeget egyéb saját forrásaikból kiegészítve az Egyesület közel 500 000 forint értékű intenzív ágyat vásárolt a kórháznak. Felvették a kapcsolatot dr. Dicső Ferenc, gyermekosztály osztályvezető főorvossal, az ott dolgozók javaslatára döntöttek az eszköz mellett. Ez az ágy azért fontos a számunkra, ugye ez a kórházi ágyak azért vannak, hál' Istennek, de ez az intenzív ellátásban olyan speciális igényeket is kielégít, ami a betegellátás szempontjából, a beteg komfortja szempontjából sokkal több funkcióra képes, mint egy átlagos kórtermi ágy. Ugye, mint ahogy említettem is az előbb, egyrészt a beteg mozgatásában, az ágyban történő forgatásában nagy segítség, tehát az ő komfortérzetét is javítja, és nem utolsó sorban azért a nővéreinknek is fontos, hogy ezek az ágyak olyan szerkezettel ellátottak, amik felle oldalra mozgathatók, és az ő terheltségüket is nagy mértékben csökkenti. Az április 2-ai rendezvényre több mint 200 résztvevő érkezett, akik 4 és 8 kilométeres távon futhattak, vagy teljesíthették a 2 kilométeres sétát. Az intenzív ágy árának nagy része a jótékonysági futásra befolyt összegből származik, így a futók, sétálók nem csak a saját egészségükért tehettek a programon, de hozzájárultak a kórházban fekvő gyerekek gyógyulási folyamatához, az ápolók hatékony munkavégzéséhez. Elkezdődött a műszaki mentés Téglásnál, ahol kisiklott egy teherszállító vonat 9 kocsija. Szolnokról érkezett egy 150 tonna teherbírású daru, ennek a segítségével állítják pályára a kocsikat. A jobb és a bal oldali vágány is megsérült a balesetben, a kár több 100 000 000 forint. Több kilométer hosszan pedig új simpárokat kell majd építeni. A baleseti helyszínt láthatjuk, itt egy sínszál, amely a baleset következtében eltört. Itt ebből is látható, hogy milyen erők szabadultak föl. A szerelvény kisiklott kocsijai egyenként 25 tonna tömegűek voltak, és minden egyes kocsi 60 tonna vasércet szállított. Megdöbbentő a látvány a Téglásnál történt baleset helyszínén. Még vasárnap délelőtt egy 35 kocsiból álló tehervonat 9 kocsija kisiklott, több felborult. Óriási károk keletkeztek a balesetben. Hétfő hajnalban Szolnokról megérkezett egy 150 tonna teherbírású daru, amelynek segítségével a vasúti pályára állítják a kisiklott kocsikat. Ez a helyreállítási munkálatok első lépése. A felújítás majd csak ezután kezdődhet. Az előzetes becslések szerint a keletkezett károk több 100 000 000 forintra rúgnak. A balvágány az mintegy 100-150 méter hosszban teljes egészében megrongálódott, ugyanígy a jobbvágány is, illetve a jobbvágánynak a mögöttem lévő mintegy 3 kilométeres szakasza az, ami még különböző mértékben sérült, ennek majd a teljes helyreállítására lesz szükség. A vágány mellett 3 felső vezetéktartó oszlop az, ami megsérült, egy kiborult, 2 pedig olyan erősen megdőlt, hogy mind a 3-nak a cseréjére lesz majd szükség.
A munkálatok egyik leglátványosabb része az volt, amikor a balvágányt a daru segítségével megemelték és ideiglenesen helyreállították. Ennek az volt a célja, hogy a daru biztonságosan tudjon közlekedni rajta és kiemelni a kisiklott kocsikat. A műszaki mentés még napokig tart majd téglásnál, az első kocsi pályára emelése hosszú órákat vett igénybe. Hajnal 3 órakor kezdődött, és a késő délelőtti órákra került elszállítható állapotba. A hatóságok még vizsgálják a baleset okait, egyelőre nem lehet tudni, mitől siklott ki a szerelvény egy része. Ameddig tart a műszaki mentés és a helyreállítás, addig vonatpótló autóbuszok közlekednek majd. Az Intercity-k helyett Nyíregyháza és Debrecen között megállás nélkül lehet eljutni a buszokkal, a személyvonatok esetében pedig Újfehértún kell átszállni a vonatpótló buszra, amivel Hajdúhatházig utaznak, ahol újra vonatra szállhatnak az utasok. A legtöbben megértően állnak a helyzethez. Egy nappal később megyek Budapestre sajnos, hát úgyhogy nekem ennyi, egy nap késés, de éppen kibírom, megértem a helyzetet. 3,5 óra volt eddig Szolnok és Záhony között az út, jelen pillanatban 6 órát utaztam csak oda, és valószínűleg 6 órát fogok visszafelé is utazni, tehát lényeg az, hogy kiesik néhány óra. Előzetesen még nem lehet tudni, hogy meddig tart majd a műszaki mentés és a helyreállítási munkálatok. A legpozitívabb becslések szerint jövő hét elején talán elindulhat majd a vasúti forgalom egy vágányon, de ezt a tervet még sok tényező befolyásolhatja a következő napokban. Az esti órákban is folytatódott a műszaki mentés a baleset helyszínén hétfőn. 50 és 100 fő közötti csapatok dolgoznak azon, hogy minél hamarabb újrainduljon a vonatközlekedés a lezárt szakaszon. A MÁV kedd délelőtt az alábbiakról tájékoztatta a szerkesztőségünket. Az egyik vágányról már eltávolították mind a 3 kisiklott és arra ráborult kocsit. A már beemelt, illetve a pályán maradt nem kisiklott kocsikat Hajdúhatház és Újfehértó felé elvontatták. Még 5 siklott, illetve borult kocsit kell visszaemelni, elszállítani. Ebből egynek a daruzása már a délelőtti órákban folyamatban volt, és várhatóan még egyet tudnak beemelni kedd estére a daruval. Ezen kívül egyet emelnek vissza a sínre daruzás nélkül. Az utasok továbbra is vonatpótló autóbuszokkal tudnak közlekedni Újfehértó és Hajdúhatház között. Az Intercity-ket pótló járművek közvetlenül a nyíregyházi vasútállomás előtti buszmegállóból indulnak. Mindenki tájékozódjon, mielőtt útnak indul, de továbbra is nagyjából 1,5 órás késésre kell számítani Nyíregyháza és Debrecen között. Kedd reggel a matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Ebből a tárgyból középszinten több mint 70 ezer, emelt szinten pedig 4537 tanuló ad számot a tudásáról. A hagyományoknak megfelelően a diákok idén is használhattak segédeszközöket, ott lehetett náluk a függvénytáblázat, a zsebszámológép, a körző, a vonalzó és a szögmérő is. Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint a 2022-2023-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka múlt hét pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődött meg. A következő hetekben 1163 helyszínen várhatóan több mint 111.100-an érettségiznek. A vizsgákat a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, azok lebonyolításában 3171 érettségi vizsgabizottság működik közre. Hétfőn hivatalosan is elkezdődött az idei magyar érettségi, több mint 74.000 végzős diák kapta készhez a feladatsort. A feladatlap megoldására a diákoknak összesen 240 perc állt rendelkezésére, közép és emelt szinten is, a feladattípusok azonban különbözőek voltak. Kedden matematikából középszinten 70.394-en, emelt szinten 4537-en érettségiztek. A középszinten vizsgázó tanulókra 180 perc megpróbáltatás várt, míg az emelt szinten érettségiző diákok még ennél is tovább 4 órán keresztül írták a feladatlapot. Szerdán történelemből középszinten 68.131, emelt szinten 7025 diák vizsgázik. Ezután az idegennyelvi
vizsgák következnek, csütörtökön angol nyelvből középszinten 45.864-en, emelt szinten 18.848-an, pénteken német nyelvből középszinten 11.537-en, emelt szinten 2077-en érettségiznek. Az írásbeli vizsgák május 26-án zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 7-e és 14-e között lesznek, majd a vizsgaidőszak a középszintű szóbelikkel zárul június 19-e és 30-a között. Az idei évben utoljára érettségiznek a 2012-es nemzeti alaptanterv alapján, a 2022-es újítás során a feladatsorokban, illetve a pontszámításban is lesz majd változás, az új mintafeladatok az oktatási hivatal oldalán már elérhetőek. Görögországból érkezett lassan 3 évtizede a színházi olimpia ötlete, mely mostanra elért Magyarországra is. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. A Korányi Frigyes utcán két személy közlekedett rolleren, a körforgalomnál nem adták meg az elsőbséget egy személygépkocsinak, így nekiütköztek. A rolleren utazó két személy megsérült, őket a helyszíni ellátás után kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a felelősség kérdését. Két személygépkocsi ütközött a Deák Ferenc és a Kisernő utca csomópontjában. A balesetet okozó sofőr figyelmen kívül hagyta a stop táblát, a karambolban ketten sérültek meg. Az anyagi kár jelentős. Hibafeltárási munkálatokat és csőcserét végeznek a nyírtávhő munkatársai az erdősoron. A munkafolyamat korlátozza a gyalogos forgalmat, a melegvíz szolgáltatást nem érinti a helyreállítás. Csatornamosási és tisztítási munkálatokat végez a nyírségvíz a Ferenc körúton. Forgalomkorlátozásra és kisebb útszűkületre számíthatnak az útszakaszon. Kérik a járművezetők fokozott figyelmét és türelmét. Hármas baleset történt a Derkovics és a Dugonics utca kereszteződésénél. A karambolt okozó sofőr nem adott elsőbséget a szemből érkezőnek, összeütköztek, majd egy álló gépkocsinak is neki csapódott. A vétlen járműből egy felnőttet és egy gyermeket szállítottak kórházba a helyszíni ellátás után. Görögországból érkezett lassan 3 évtizede a színházi olimpia ötlete, mely mostanra elért Magyarországra is. Nem csak nemzetközi porondon, de a hazai teátrumok között is zajlik a játék. Nyíregyházára két román előadás érkezik, Bukarestből és Szatmár Németiből, a Móri Zsigmond Színház pedig Debrecenben vendégeskedik majd az Idétlen időkig című musicallel. 1995-ben a Delfoiban rendezett első színházi olimpia két hete alatt 7 országból érkeztek előadások, majd egyre bővült a kör. 1999-ben Japánban 20 ország, 2 évvel később Moszkvában 32, a 2018-as indiai eseményen pedig már 35 nemzet 470 előadása mutatkozott be. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Ez a színházi olimpia magyarországi eseményének üzenete. A hazai szervezőbizottság vezetője Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója. A nemzetközi programsorozat keretében Nyíregyházára is érkezik két előadás. Több magyar színház is megkapta a lehetőséget, hogy meghívjon külföldről produkciókat. Nekünk a határ közelsége miatt a Szatmár Németi Színház volt az egyik meghívottunk. Sok éve jó kapcsolatban vagyunk a Szatmár Németi Harag Győr társulattal, úgyhogy ez nem volt kérdés. A másik meghívottunk pedig a Román Nemzeti Színház Bukarest fogja elhozni május 20-án a Histronix című előadását. A bukaresti színház előadása román nyelven, magyar felirattal kerül a közönség elé, tehát május 20-án a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán. A kortárs osztrák szerző drámája az ajánló szerint egy paradox himnusz a színházi művészetnek szentelve, ugyanakkor betekintést ad mai tragikomikus világunkba. Drámai inyenség lesz mindkét előadás, hiszen a román játék nagyban eltér a hazai színházművészet hagyományaitól.
Természetesen megkapják a lehetőséget a Magyar Színházak is az olimpián. Debrecenben a főként a Latinovics Színház színpadán megmutathatják magukat a vidéki színházak is. A Nyíregyházi Színház az Idétlen időkiggel fogja képviseltetni magát. Itt nem a meghívók döntötték el, hogy melyik előadást viszik, hanem ez a mi döntésünk volt. Én az elmúlt pár év egyik legsikeresebb és legnagyobb közönség érdeklődésre tartó előadásának gondolom ezt, ezért úgy gondoltam, hogy ott a helye ezen a szemlén. Nem versengenek egymással a társulatok és a drámák, a színházak befogadják a produkciókat és ajánlják a közönségnek. Mintegy 30 társulat közreműködésével zajlik a 10. Színházi Olimpia hazai programja első alkalommal 2023-ban. Negyedik helyen végzett a bajnokságban a Fátum Nyíregyháza. A miénk a bronzcsata negyedik felvonásán 3-2-re kikaptak a Szent Benedektől, így a balatonfüredi csapat szerezte meg a harmadik helyet. A negyedik mérkőzés következett a női röplabda extraliga bronz párharca során. A Fátum Nyíregyháza a Szent Benedeket fogadta. Remekül kezdtek a miénk, és 25-18-ra nyerték az első játszmát. A folytatásban viszont megtorpant a csapat, több volt a hiba, és a balatonfürediek egyenlítettek. A harmadik felvonás végén ismét a Nyíregyháza örülhetett, a negyediket pedig a Szent Benedek nyerte, így aztán jöhetett a döntőszett. Itt 4-1-re is vezettek a miénk, de egyenlítette a Szent Benedek, a térfél cserénél pedig 7-8 volt az állás. Serena Leban a nyitó helyen. Jön a szerva. Koleva fogadott. Mielevic fölad. Diaris Perez Ramos ütését hárítja a Nyíregyháza. Bielova megpattan. Bosnyakova. Vacsi tette át. Kovács Francesco. Leban a hátsó sorból. Fát repült. Diaris Perez Ramos megpattan. Leban visszahúzza. Jön Bielova, ez is megpattan, de fát ezt is megmenti. Nagyot dolgozik a libero, Diaris Perez Ramos pedig befejezi. 12-15, nyeri a mérkőzést, és ezzel bronzérmes a 2022-2023-as bajnokságban a Szent Benedek Röplabda Akadémia. Igazi hullámvasút volt. A múltkori mérkőzésen én ugyan betegség miatt nem voltam, de ugyanígy kezdtek a lányok. Kicsit meg is ijedtem, hogy ez kicsit álmos kezdés, fel kell pörögnünk, mert itt problémák lesznek, de szerencsére sikerült, és igen, nagyon-nagyon hullámzó volt, de örülök, hogy a végén mi jöttünk ki győztesen. Most már bebizonyítottuk így sokadik mérkőzésre, hogy amikor túl sok ponttal vezetünk, az valamiért nem tetszik a csapatnak, és szeretjük magunkra engedni az ellenfelet, ez most is így történt. Mondanám, hogy ezen dolgoznunk kell, de ez volt az utolsó mérkőzés ebben az évben. Nem így terveztük, az igazság az, hogy a play-offba. Valójában az egész play-offba kínlódtunk, a néhány opció abszolút nem működött, és rengetegszer volt változtatás már a kezdő hatosba is. És ahogy már elkezdtük, ez megint egy első szett után megint egy hatalmasat kellett változtatni, és megint hatalmasat kellett harcolni ahhoz, hogy előnybe kerüljünk, aztán ezt az előnyt megint elrontottuk, végigharcoltuk, de ma nem volt a harc elég, ma az ellenfelünk jobb volt. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Az elmélyült szakmai tudás megméretését és elismerését is jelenti a mestervizsga letétele. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában hétfőn 6 szakmában vették át közel 40-en a mesteri címet igazoló elismerést. Autószerelő, autóelektronikai műszerész, fodrász, gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő, kézápoló és körömkozmetikus speciális lábápoló szakmában. Közel 500 000 forint összegű intenzív ágyat vásárolt a Most Élsz Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Nyíregyházi Józsa András tagkórháza gyermekosztályának. Az ágy az intenzív ellátásban olyan speciális igényeket is kielégít, mely a betegellátás és a betegek komfortjának szempontjából fontos, valamint az ápolók terheltségét csökkenti. Az adományt kedd délelőtt adták át.
Elkezdődött a műszaki mentés téglásnál, ahol kisiklott egy teherszállító vonat 9 kocsija. Szolnokról érkezett egy 150 tonna teherbírású daru, ennek a segítségével állítják pályára a kocsikat. A jobb és a baloldali vágány is megsérült a balesetben, akár több 100 millió forint. Több kilométer hosszan pedig új simpárokat kell majd építeni. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!